Szép estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit. Ma rendezték a döntőjét, a döntésünk a jövőnk nevezetű a vetélkedőnek, amely a felelős szexuális magatartásról szól. Ez egy nagyon fontos lépcsőfok, azt gondolom, tínédzserek, középiskolások mérettettek meg. Vendégem pedig dr. Pásztor László, a Fejér megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának koordinátora. Tisztelettel köszöntöm. Hogy arról beszéltünk, hogy ez az ötödik, amikor életre hívták, akkor már nyilvánvaló volt, hogy a fiatalok számára, a jövendő felnőttek számára a felelős szexuális magatartást tanítani kell, illetve úgy kell tanítani, ahogy itt is tették, hogy nem a lexikális tudásra, hanem sokkal inkább a gyakorlati útmutatót kapnak a mindennapokra, hiszen valljuk meg, hogy soha nem volt erre nagyobb szükség. A szex az életünknek egy rendkívül fontos területe. Sajnos az oktatásában Magyarországon nincsen ennek igazán komoly hagyománya, hogy miben jár a szex. És itt értem ez alatt nem csak a testi fizikai jellemzőit, hanem a szellemi, az érzelmi oldalát is a történetnek. Mi a népegészségügynél ebből a hatalmas csomagból egy viszonylag szűk területre koncentrálunk, arra koncentrálunk, a felelős szexuális magatartásra koncentrálunk, amit ha nagyon egyszerűen akarnék kifejezni, akkor ez hűség és előrelátás. És hogyha ez a kettő megvan, akkor olyan nagyon nagy baj már nem történt. Tehát a betegségek megelőzése, prevenciós jellegű, azért tegyük hozzá, nem kívánt terhességek megelőzése, tudatmódosító szerek, tehát a design drogokra gondolok elsősorban, tehát megelőző tevékenység. Mielőtt megkérdezném, hogy ugye ez kortárs probléma, és miként lehet kezelni. Nézzük meg, két fiatal miként vélekedik erről a kérdéskörről, hiszen ott járt kollégám Rába Henriette délután, és két fiatalt is megszólított ez ügyben. Olyan kis filmet csináltunk, amin azt próbáljuk hangsúlyozni, hogy a fiatalok manapság elmennek bulizni, és ott úgy szexelnek, hogy nem védekeznek, és ebből lesznek a problémák. És csináltunk egy kis videót, amiben az elején az van, hogy egy fiú és egy lány egy buliban ugye találkoznak, és a lány teherbe esik, és megy így a videóban, hogy hónapról hónapra, hogy nő a hasa, és akkor a kis lány lesz, és a végére egyedül lesz a kisgyerekkel, és akkor van-e utána egy másik történet, ahol egy fiú és egy lány vannak, akik nem buliba ismerkedtek meg, és nem azzal kezdték a kapcsolatukat, hogy lefeküdtek egymással, és ők pedig együtt öregednek meg. Társasjáték formájában készültünk, nagyon sokat gyakoroltunk rá, jöttek ékletek, tervek, hogy akkor most ezt hogyan kéne úgy előadni. Mindegyikünknek volt egy kis ötlete, és akkor úgy összeformáltuk, hogy akkor most hogyan is lenne jó, és akkor így megszületett ez a társasjáték című kis előadásunk, úgyhogy végül is úgy nagyjából ennyi lenne. Nyilván a szexualitás a fő témája a társasjátéknak, de hogyha egy-két szállat elmondaná nekem belőle, az... Hát ugye úgy van, hogy ugye van rep része, meg ugye van egy olyan rész, amin ugye ilyen, hát ilyen társasjáték formájában, ugye, hogy lépeget az egyik szereplőnk, és akkor úgy próbál eljutni az ő szerelméhez, akit ő kinéz magának, és akkor végül is a végén egy sorsfordulattal a másikunkat választja az illető hölgy, akit ő kigondol, hogy ő vele szeretne, hogy őt gondolja az igaz szerelmének, és akkor végül is ennyi lesz, tehát egy ilyen társasjáték formájában fogjuk ezt előadni. És a szex az hol van a társasjátékon belül, vagy az hogyan kapcsolódik? Hát úgy kapcsolódik bele, hogy ugye a rep részben benne van ugye ez a téma is, és akkor úgy lehet majd meghallani, és akkor úgy lesz majd benne. Ez a szex része, az előadásnak a rep részében benne lesz. Én még egyet hadd kérdezek tőled, hogy miért tartott fontosnak, hogy fiatalként elgyertek egy ilyen vetélkedőre? Mi lehet az üzenete a fiataloknak? Hát igazából ez egy felhívás lehet azoknak a fiataloknak a számára, akik úgy még nem csöppentek bele ebbe a szexuális életbe, hogy megtapasztalják, hogy akkor most ebben a kis előadásban, hogy akkor milyen felelősséget kell vállalni, hogy gumi nélkül nem szabad elkezdeni, mert akkor nagyobb problémák is következhetnek az elmúlt
pár év, esetleg a 9 hónap elteltével, és hát végül is úgy én ennyit gondolok erről. No, tanulságos két történet, kivonatosan természetesen. No, tehát a megelőzésnél tartottunk. Azt hiszem, hogy mivel én meggyőződésem, hogy a lexikális tudás mit sem ér, persze szükséges, de azt hiszem, hogy ez a gyakorlati útmutató is jelzi, hogy a fiatalok már most komolyan gondolják. Nagyon komolyan gondolják, és tényleg a bemutatott művek és az eltelt 3 hónap is erről szólt, hogy tényleg nagyon komolyan gondolják. Lexikális tudás szükséges, mert ha nincs tudás, akkor nem tudjuk, hogy mit kell csinálni. Ami még ezen felül kell, és erre törekedtünk a vezérkedő során, hogy ez nem maradjon egy üres tudás, egy elmélet, ami távol áll az élettől. És pontosan ezt szolgálják ezek a filmek, ezek a szituációknak az elmondása, elismétlése, hogy igenis ezek azok a szituációk, amikor az ember agyát elöntik a hormonok, vagy az alkohol rosszabb esetben, és ennek ellenére észnél kell maradni, és tudni kell, hogy mit lehet, és mit nem lehet. Ugye ez rendkívüli felelősség, kortárs probléma, tetszik nekünk, nem tetszik. Amit azt mondom, hogy tantárgyi keretek közé nem lehet integrálni semmiképpen. Sajnos nem lehet, illetve lehetne, csak több idő kellene rá. A mai tantervben, a nemzeti alaptantervben az ilyen alapvető dolgokról, hogy testünk működése is alig néhány tanúra szól. És ez nagyon súlyos hiányosságokhoz vezet a későbbiekben. Én úgy gondolom, hogy a tantervben magunkat, mi magunkban élünk, ez a mi testünk, erről szól az életünk, ezt jobban meg kellene ismerni, sokkal jobban meg kellene ismerni. Mit kell tenni azért, ugye azt megszokhattuk, hogy vagy túl sokat, vagy túl keveset beszélünk erről. Mit kell tennünk a hétköznapokon azért, hogy tényleg ne kerüljenek kilátástalan nehéz helyzetbe a fiatalok? A legfontosabb az, hogy egyrészt bízni kell bennük, másrészt elérni, hogy ők bízzanak mi bennünk. Mert ha a fiaink, lányaink bíznak bennünk a szülőkben, akkor beszélni fognak velünk. Ha bíznak a tanárokban, a védőnőkben, akkor beszélni fognak velük, és akkor fölteszik azokat a kérdéseket, amik őket izgatják. Márpedig ha kérdeznek, az már jó út, mert akkor már tudjuk, hogy ők mit nem tudnak, és tudunk nekik segíteni. De ehhez az kell, hogy kölcsönös bizalom legyen. Tehát bizalmi elven működik természetesen. Most a kölcsönös bizalmon túl nyilvánvaló, hogy a rendkívül felelősség a felnőtteké. Mit kell tenni a felnőtteknek? Hiszen említettük a család rendkívül fontos szerepét, illetve a pedagógusok szerepét, és mielőbb. Egyáltalán melyik az a kor, amikor el kell kezdeni a szexuális nevelést otthon? Tudom, hogy erről megy egy hatalmas nagy vita, de... Ez az a kor, amikor... A gyerek először kérdez róla, a kisgyerek, a 2-3 éves gyereknek már vannak ilyen témájú kérdései, miért különbözök én a testvéremtől, a leggyakoribb első kérdés, a fiú és lány testvérek egymás közt látják, hogy ő másképp néz ki, mint én, látják, hogy anya másképp néz ki, mint apa, ez az első kérdések. És minden korosztályban innentől kedve a szülőnek bizony meg kell találni azokat a sokszor nem is könnyű válaszokat a gyerek kérdéseire. Mert mihelyt egy 3-4 éves kisgyerek mellé jön egy tesó, rögtön megkérdezi, hogy hoppá, hát ez hogy került oda az anyuci hasába. És ez az a kérdés, ahol meg szokott állni a tudomány. Tehát ez az alap mindenképpen, hogy erre tudjuk a választ, a hiteles választ megfogalmazni játékos formában. Játékos formában az adott gyerek tudásának, hangulatának megfelelő részletességgel és humorral is. Azzal, hogy ezt a vetélkedőt, illetve hát foglalkozik a kormányhivatal, illetve az ön főosztálya is ezzel a nem kis problémával, kijelenthetjük, hogy jó úton járunk úgy általában Magyarországon ebben a tekintetben? Én azt hiszem, hogy nem állunk rosszul. A Fejér megyei kormányhivatal ezt a vetélkedőt már 5. évet támogatja, mint megyei szintű vetélkedőt, mi az ANTS-ben, a népegészségügyben mi is már 5. évet csináljuk. Azt látjuk, hogy ha a felnőtteknek benő a fejelágya, azt látjuk, hogy a felnőttek körében nem nő, sőt erőtesen csökken például az abortuszok száma, nem nő a nemi úton terjedő betegségek száma, tehát a felnőttek körében már javul a helyzet. Amit nem látunk, hogy
a hormonviharos tinédzser években, hogy ott javulna a helyzet. Ez egy nagyon meglepő dolog, de 10 éve folyamatosan egy szinten van a 18 éven aluli terhességeknek a száma Magyarországon, ilyen plusz-minusz 100-zal ingadozik, pedig a gyerekszám csökken. Tehát ott valami más módszereket kell keresnünk. Nem tudom még megmondani, hogy Fejér megyében mi hozzájárultunk-e a helyzet javulásához, vagy sem a vetélkedőnkkel, de remélem, hogy hozzájárulunk. Egy dologról bármilyen kevés is az időnk kell, hogy beszéljünk, a drogok. Tudatmosdosítószerek, design drogok elterjedtek, valljuk meg, nem dughatjuk homokba a fejünket, semmiképpen sem. Ez a probléma miként kapcsolódik a szexuális problémákhoz? A tudatmosdosítószerek közül az első helyen az alkohol áll, amit sajnos 18 éven aluliak is meg tudnak szerezni és el tudnak érni. És egy lerészegedett tinivel nagyon sok minden megtörténhet, és minden tudatmódosítószernek ez a közös gyökere ezen a téren, hogy úgy mondjam, kontrollját veszti az a fiatal, aki egy ilyen szerhatása alatt áll, akár alkohol, akár más, és olyan dolgokba is beleegyezik, amelyekbe egyébként józanul nem egyezne bele. A legnagyobb baj ebben a korosztályban is, itt a megyében, és talán egész Magyarországon is egyébként az alkohol. Tehát nem a drogok, van persze az is, de az alkohol az, ami ezeres, tízezeres, százezeres nagyságrendet ér el. A drogok azok ennél még szerencsére sokkal csak szinten vannak. Tehát a tudatlanság és a ilyen értelemben az alkoholfogyasztás kézenfogva jár ebben az esetben mindenképpen. Igen. Nos, én egyik oldalról gratulálok önnek és önöknek, hiszen nagyon sokat tettek azért, hogy ez a trend megforduljon legalábbis, vagy legalábbis csökkenő, hiszen tudjuk, hogy népegészségügyi kockázattal jár, tetszik, nem tetszik, illetve hát azért a népesség csökken, ahelyett, hogy nőne, és ezért is mindent meg kell tennünk, ugyanis ön hozott egy papírt, és nem másért, mint hogy azért a nézőink is ismerjék meg azokat a neveket, azokat a csapatokat, akik a zsűri, tehát diák zsűri is volt természetesen, a legtöbbet tették azért ebben az esztendőben, hogy ezt a döntésünk, a jövőnk, ezt a jövőt úgy képzeljék el, ahogy nekünk is tessék, és nekik is. És nekik is jó legyen. Hát ezúton is szeretnék gratulálni, fantasztikus munkát végzett minden csapat. 23 csapat jutott a döntőbe, és én nagyon örülök, hogy nem vagyok a zsűri tagja ezekben az esetekben, mert tényleg nagyon nehéz dönteni. Ami most különleges, hogy első esetben volt közönségdíj, és ami legszebb, hogy a közönségdíj és a zsűri döntése egybeesett. Ugyanazt a csapatot választották, a Sárbagárdi Petőfi Gimnázium Menőkanál nevű csapatát, akinek a felkészítő tanára Vámosiné Biber Mária volt, és a csapattagok, elnézést, hogy puskádok, Csögör Klaudia, Farkas Dóra, Garzsú Anna és Horváth Zsombor. Egy nagyon klassz kis filmet mutattak be, két ajtó közül kellett választani, és a szöveg, a nyelvezet, az teljesen az ő nyelvük volt, nevetett a terem. Tehát egyértelműen ők voltak a legjobbak, ez nagyon jól sikerült nekik belőni. Az első helyzet plakátverseny, tehát a plakátverseny az első helyzet, a Nemes Nagy Ágnes Kollégium NNAK, tehát Nemes Nagy Ágnes Kollégium csapata nyert, Kovács Andra a felkészítő tanára, Bella Viktória, Ádám Viktória, Máté Jázmin és Györe Dalma. Én szeretném még kiemelni a Dunajvárosi Széchenyi Gimnáziumot, ahonnan szintén két helyezett csapat is volt, a Természet Csodája és a Hungarian Biorobots, illetve a Bugát Pásza Gimnáziumot, ahonnan szintén két helyezett csapat volt, a Négy Jó Barát és a Kranken Schweisterek nevű csapat. Nagyon-nagyon jó műsor volt, ez mindig egy nagy élmény végignézni. Értem. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy ez önnek is pozitív megerősítést jelent. Ez feltétlenül. Ebben az a gyönyörű szép, hogy ez a 100 diák és az ő osztálytársaik két hónapon keresztül ezzel a kérdéssel foglalkoztak. Most amit az ember csinál, azt tanulja meg igazán. És én úgy gondolom, hogy ez a csapat ezt megtanulta, hogy a szexualitásban a felelősséget nem szabad elfelejteni. Amen. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Kedves nézőink, Döntésük a jövőnk címmel rendezték meg
a felelős szexuális magatartásról középiskolás vetélkedőt. Erről beszélgettünk, vendégem Pásztor László főorvos úr volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!